Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjének vasárnapja van. Isten meghív bennünket, hogy az ő igéje életünk középpontjába legyen. Kérjük, hogy el tudjunk indulni abba a kihívásba, hogy napról napra olvassuk Isten igéjét. Talán, ha kitűznénk magunknak célul, hogy egy év alatt elolvassuk az Új Szövetséget, sokkal közelebb kerülnénk Isten akaratához. Megismernénk, mit szeretne nekünk mondani, és meg tudnánk tenni felé a következő lépést. Isten meghív bennünket, hogy ismerjük meg az ő akaratát, és kezdjük el szolgálni mi is mindazokat, akiket ránk bízott. Minket is az emberek halászaivá szeretne tenni. Kérjük, miközben imádkozunk Istenhez, adja meg nekünk a bátorságot, hogy elinduljunk az apostolok után, és mi is emberek halászaivá legyünk. A mai szentmisét a siófoki Sarlós Boldogasszony plébánia templomból közvetítjük. A szentmisét Vida Zoltán káplánatya mutatja be. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. A Szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus kegyelme.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izsajás próféta könyvéből. Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét, de az eljövendő napokban megdicsőíti majd a tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A nép, amely nagy sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világossága támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midian idejében. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra. Forjatok egyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Chloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják, én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megosztott Krisztus. Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg? Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Ez az Isten igéje. Oh,
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott. Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában és árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. A galileai tenger mentén járva meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak, így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot, és testvérét Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyította népkörében minden betegséget és minden gyötrelmet. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mai vasárnapon nem csak az évközi harmadik vasárnapra emlékezünk, hanem ez a vasárnap egyben Isten igéjének a vasárnapja is. Ferenc pápa rendelte el ezt az ünnepet, és helyezte erre a vasárnapra még tavaly szeptember 30-án, Szent Jeromos ünnepén. Amikor tavaly először meghallottam, hogy Ferenc pápa egy új ünnepet szentel a Szentírásnak, Isten igéjének, akkor elgondolkoztam, hogy vajon miért teszi ezt, hiszen van már egy ünnepe a Szentírásnak, Szentírás vasárnapja. Akkor is megünnepeljük a Szentírást, kihelyezzük ilyen módon, mint ahogy most is tettük, és megemlékezünk róla. Mi lesz most akkor ezzel az ünneppel? Az egyik elmarad, és helyette lesz a másik. Aztán, akkor egy kicsit tovább belegondoltam, akkor arra jutottam, hogy a Szentírás az nagyon fontos a számunkra, hiszen Isten írott igéje, Isten írott szava, amit ha olvasunk, Isten szól hozzánk. Ezért nemhogy kétszer kéne ünnepelni, hanem akár minden nap ünnepelhetnénk a Szentírást, hiszen nagyon fontos számunkra. Így elfogadtam, hogy tényleg van értelme, van fontos ez az ünnep. Apostoli levelében Ferenc pápa megemlíti, hogy azért került erre a vasárnapra ez az ünnep, mivel ilyenkor ez idő tájban szokott megrendezésre kerülni az ökumenikus imahét, amikor is imádkozunk a keresztények egységéért.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ezeken az alkalmakon, és együtt imádkoztunk, mind az evangélikus templomban, mind a református templomban, vagy itt, a katolikus templomban. Fontos megemlíteni, hogy Isten igéje tud közös pont lenni, mind II. János Pál pápa szavaival élve idősebb testvéreinkkel, a zsidókkal folytatott párbeszédben, mind a nem katolikus keresztényekkel. Ennek voltunk tanúi e héten. Szent Jeromos mondta, aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Erős mondat ez. De vajon hol állunk ezzel? Ősszel a Szentírás vasárnapján említettem, hogy próbáljuk elolvasni a Szentírást, akár az Új Szövetséggel kezdve. Ne egyszerre, hanem apránként, napról napra vegyük a kezünkbe minden nap, és olvassunk belőle egy részt. Hol tartunk ezzel? Ha elveszítettük a lelkesedésünket, akkor kezdjünk neki újra. Ezért is jó így évelején ez a vasárnap, amikor újra elhatározhatjuk, hogy elkezdjük olvasni tudatosan is a Szentírást. Egy kisfiú vallomásaiban olvashatjuk, hogy gyűjtötte a bélyegeket. Örült minden egyes új darabnak, amit megszerezhetett, amit elkérhetett valakitől. És szépen el is rendezte a bélyegeit egy-egy albumba. Aztán valamelyik rokona hozott neki 200 gyönyörű, színes sorozatot külföldről, és ő azóta nem gyűjti a bélyegeket. Megcsömörlött tőlük. Kicsit sántít ez a hasonlat, de valahogy így van ez a Szentírással is, hogyha egyszerre akarnánk elolvasni az egészet, akkor mi is megcsömörlődhetünk tőle. Belevezhetünk abba, hogyha egyszerre akarjuk elolvasni. Azonban, ha apránként mindig egy-egy kis részt olvasunk el, akkor felfedezhetünk benne igazi gazdagságokat. És ehhez a napi olvasáshoz nyújtanak segítséget a Biblia olvasó kalauzok, ami katolikus egyházunkban is van ilyen, hogy be van osztva a Szentírás egy évre, két évre szakaszonként, és ha ezt kézbe vesszük, ez alapján olvassuk a Szentírást, akkor valóban minden egyes könyvön végigérhetünk. A mai napon, az evangéliumban azt hallhattuk, hogy Jézus visszavonul a pogányok Galileájába, és elkezdi nyilvános működését. Elkezdi nyilvános működését, hiszen hallja, hogy keresztelő Jánost letartóztatták. Majd tanítványokat szólít. Tanítványokat hív Jézus a követésére. És ezek az egyszerű halászok elindulnak Krisztus után. Meghallják a megszólítást. A Szentírás is megszólíthat bennünket, kedves testvérek. Jézussal lezárult ugyan a kinyilatkoztatás, de a Szentlélek mindig újabbnál újabb gondolatokat juttathat eszünkbe egy-egy szakasz olvasása kapcsán. Jézus hív minket erre. Azt kívánom tehát ezen a vasárnapon a kedves testvéreknek, hogy szívleljük meg ezt a következő mondatot, amit tegnap olvastam a lengyeltóti plébánián, ahol gyerekekkel tettünk egy kis kirándulást, sportvetélkedőn vettünk részt, és ott olvastam az egyik szobában. A Bibliát
kenyérnek kaptuk mindennapi használatra, és nem tortának különleges alkalmakra. Gondoljuk át ezt a mondatot. A Bibliát kenyérnek kaptuk mindennapi használatra. Valóban, kenyeret majdhogy nem minden nap veszünk. Minden nap eszünk, hogyha nem is sokat, de egy-egy szeletet bizonyára. És azt úgy hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, hogy veszünk kenyeret. Azonban tortát, az tényleg csak az ünnepi alkalmakkor szoktunk vásárolni, vagy sütni. Amikor valakinek a családból születésnapja van, vagy amikor egy házassági évforduló, vagy valamilyen nevesebb alkalom, akár ünnep, mint karácsony, vagy egy névnap. Hát a Biblia az legyen olyan számunkra, mint a kenyér, amivel minden nap táplálkozhatunk. És ne olyan, mint a torta, ami bár finom, nagyon ízletes, mégis csak ritkán kerül az asztalra. Nagyon megfogott ez a kis mondat ott a falon, és eszembe jutott, hogy itt a lényeg. Legyen a Szentírás számunkra mindennapi táplálék. Legyen Isten írott szava, ami segítségünk a hétköznapokban. Legyen a Szentírás, a Szent Mise és a Szent Áldozás mellett az az erőforrás, ami elkísér minket életünkön keresztül. Merítsünk belőle erőt, és meglátjuk, hogy a Szentlélek újabbnál újabb gondolatokat fog ébreszteni bennünk. Csak kezdjük el olvasni, kezdjük el értelmezni a leírt sorokat. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy ne az emberi bölcsesség, hanem Isten gondolatai irányítsák életünket. Adj, Urunk, egyházadnak fáradhatatlan buzgóságot az evangélium hirdetésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kísérje, Urunk, bőséges kegyelmed a hithirdetők áldozatos munkáját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az emberek készségesen hallgassák és áldozatos lélekkel kövessék tanításodat. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, Urunk, hogy a hit és a tudomány egymást kiegészítve szolgálja az emberek földi boldogságát és örök üdvösségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a szülőknek, hogy gyermekeik vallásos nevelését szívügyüknek tekintsék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, segíts kegyelmeddel, hogy szent igazságaid lelkünkben őszinte visszhangra találjanak, és boldog örömmel járjunk parancsaid útján, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, fogadd atyai szeretettel, és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjá alkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséreted himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Thank you.
Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Ilonna szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiad halálában,
részesüljön fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Következőket hirdetem a kedves testvéreknek. Február 12-én, szerdán, képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián, az esti szentmise után. Kérem, hogy aki teheti, jöjjön a szentmisére is. Imádkozzunk együtt egyházközségünkért. Tehát ezt előre hirdetjük, február 12-én, szerdán este lesz képviselőtestületi ülés. Ezen a vasárnapon innen a
siófoki Sarlós Boldogasszony templomból közvetítjük a szentmisét. A Somogy Televízión délután 16:30-kor lehet ezt megtekinteni. Ismétlés hétfőnként 17:30-kor szintén a Somogy Televízión. Illetve az interneten is vissza lehet nézni a YouTube-on Somogyi Mise címszóval. Most imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Úr legyen veletek. És Istenekkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten. Isten meghív bennünket is, kövess engem, és én emberek halászává teszlek téged. Amikor elindulunk a munkánk mellől, vagy szakadozó hálóinktól, Isten megmutatja számunkra, hogyan tölti be az életünket, hiszen ő mindent megad azoknak, akik az ő országát és annak igazságát keresik. Betölt bennünket szent lelkével, és emberek halászává tesz minket. Kérjük, hogy a Szentírás napról napra való olvasása megerősítsen bennünket ebben a küldetésben. A mai szentmisét a siófoki Sarlós Boldogasszony plébánia templomból közvetítettük. A szentmisét Vida Zoltán káplánatya mutatta be. Dicsértessék a Jézus Krisztus!